Egy nap hiány egy évvel ezelőtt indult el az Audi Hungária ZRT győri járműgyárában az elektromos motorok sorozatgyártása. Egy esztendővel később újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalat. Kedden ugyanis a külgazdasági és külügyminisztériumban bejelentették az e-transformáció elnevezésű projekt kezdetét. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Meilenstein. Hölgyeim és uraim, egy újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk az elektromos mobilitás területén. Nagyon örülök annak, hogy egy új projektet, az e-transformáció projektjét jelenthetjük be Szijjártó miniszter úrral. A kormány támogatása azt mutatja, hogy elhivatottan kísérik a hazai autógyártást az e-transformáció útján, ezzel pedig biztosítják a magyarországi gazdasági környezet versenyképességét. Az összesen 41 milliárdos projekt három pillérre épül. Bővítik az elektromotorok gyártását a győri gyárban, ehhez technológia és gyártócsarnok is lesz. Villamosítják a járműgyártást, és végül a motorfejlesztő központban kompetenciafejlesztés lesz, vagyis 300 mérnök tanulja, alkalmazza, fejleszti a jövőt jelentő e-technológiát. Ehhez a nagy volumenű projekthez a magyar kormány 6,4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást ad az Audi Hungáriának. Ennek okairól Szijjártó Péter beszélt. Magyarország ebből a szempontból a kiegyensúlyozottság és az észszerűség oldalán áll. Mi rendkívül fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, fontosnak tartjuk azt, hogy megóvjuk a bolygónkat a jövő nemzedékek számára. Fontos, hogy legyen tiszta levegő, meg legyen tiszta víz. Ugyanakkor fontosnak tartjuk az európai versenyképesség megőrzését is. És mi egy olyan környezetvédelemre fókuszáló gazdaságpolitikát fogunk támogatni Brüsszelben a jövőben is, amely a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével párhuzamosan nem teszi tönkre az európai versenyképességet, és nem gyilkolja le az európai ipart. A jövő itt van velünk, így fogalmazott Borkai Zsolt, Győr polgármestere, aki továbbra is a megkezdett, innovatív úton haladna együtt az Audival, a magyar kormánnyal, a Széchenyi István Egyetemmel és a győriekkel. Személy szerint biztos vagyok benne, hogy az Audi sikerre viszi a most induló projektet is. Köszönöm a magyar kormánynak, hogy egy újabb olyan győri fejlesztést támogatnak, ami az iparág és a régió fejlődésére is nagy hatást gyakorol. Köszönöm az Audi fáradhatatlan munkáját, amit saját fejlődése mellett a város fejlődése érdekében is végez. A jövő Győrben épül, és a jövőt továbbra is együtt, összefogásban építjük. A fejlesztés újabb ugródeszka lehet ahhoz, hogy a magyarországi autóipar újabb csúcsot döntsön, ugyanis tavaly 8550 milliárd forint volt a termelési értéke. Ezt a számot az év első 5 hónapjában már 12%-kal meghaladták az itt termelő vállalatok.